Ezt tényleg te tervezted, nagypapa? Bizony, Emilkém. A Nemzeti Múzeum az én büszkeségem. Emberes munka volt. 10 évig épült. Aha! Mi volt ez? Mú. A nem jóját! Hányszor mondtam már? Hát hogy néz ki ez a környék? Itt tüstén cselekedni kell. Igazán szégyen ez a Nemzet Múzeuma mellett. Menj innen, hallod? Eredj innen! Mú. Akkoriban ez a környék Pest külvárosának számított, és szabadon csatangoltak a piacról elszabadult állatok. Akadtán dolgunk fenséges József főherceg nádor urammal, hogy Pestből igazi világváros csináljunk. Na de hogy kerültem én Pestre? Már édesapám és a bátyám is építőmester volt. Alig vártam, hogy a nyomdokukba lépjek. Ha nagy leszek, én is ilyen klasszikus házakat fogok építeni. Az egyszerűség szépsége, szimetria és díszes oszlopok. Ez az én stílusom. Nagyon-nagyon régen az ókorban így építkeztek az emberek. Hű, ez igen! Bécsi tanulmányaim után igazán különleges helyen pallérozhattam a tudásom. Á! Bátyám Leopold a milánói dóm építésén dolgozott. Éveken át dolgoztam Leóval, de a tetvágy és a rengeteg lehetőség végül Pestre vonzott. Habsburg József nádor az egész életét az ország és a magyar nemzet felemelésének szentelte. Ő alapította a Város Szépítő Bizotmányt, ahol együtt dolgoztunk a főváros megszépítésén. Fenséges nádor uram! Drága barátom! Hát csak itt a tennivaló, azt megmondhatom. Világvárost építünk, kedves barátom! Engedje meg, nádor uram! Ön kiválóan megtanult magyarul. Köszönöm, barátom! Szeretem a magyart! És a magyar nyelvet is! Kész! Kész! Ez is kész! Ez ám a tempó, építész uram! Hát, nem igen süttetjük a hasunkat a nappal. Divatba hoztuk az emeletes házakat. Olajlámpákat állítottunk a főutakra. És leköveztük az utcákat. Volt dolgunk bőven. Jártatok már a Ludovika épületében? Itt tanultak először magyar nyelven magyar katonatisztek. Ez is nagy büszkeségem. Íme a Deák téri evangélikus templom. Kossuth Lajos itt kereszteltette meg a fiait. A Dunapartra is ráférne a csinosítás. Most figyeljen, nádor uram! Micsoda fenséges paloták épülnek Pesten! Á, bizony! Mi tagadás? Tényleg kitettem magamért. Több mint 100 épületet terveztem, ami meghatározta az akkori, sőt részben még a mai Pest képét is. Vidéken pedig meg annyi kastélyt építettem. Mi történik, fiam? Ágyúznak az osztrákok! Meneküljünk! 1849-ben a budai várat lévő osztrákok ágyúkkal lőtték Pestet, és nem kímélték a legszebb épületeket sem. Lelketlen barbárok! A Figató! Itt még a zseniális Liszt Feri is fellépett, és ez sem kímélik! Hála Istennek, a Nemzeti Múzeum megmenekült. Ez életem főműve. Mesterem! Ibl úrfi, az én legjobb tanítványom. Fantasztikus! Ha erre járok, mindig megcsodálom. Emlékszel? Mekkora tömeg, micsoda forradalmi pillanat volt. Petőfi Sándor, Vasvári Pál. Nem csak a felnőttek, a gyerekek is rettentően szerettek ide járni. Gyere el te is a Nemzeti Múzeumba! És megígérem, hogy nem fogsz unatkozni. A múlt kincsei
izgalmas történeteket mesélnek neked. Ugye eljössz? Tarts velünk és fedezzük fel együtt, hogyan válhatsz te is igazi hőssé. Nézd meg a többi videónkat is a reformkornagyjai.hu-n.